Mivel nagyon-nagyon sokat készülnek a cégek arra, hogy titeket fogadjanak, mindenki nagyon sok energiát és munkát rak abba, hogy a 200%-ot kihozzuk magunkból, és én azt gondolom, hogy itt a lehetőség, hogy a szakma krémje találkozzon. Köszönöm szépen a lehetőséget, Péter Fianna Mária vagyok, a Danceplice Tirónának a country menedzsere, a magyarországi country menedzsere. Igazából a cégről annyit lehet tudni, hogy a világ legnagyobb fogászati gyártója lett 2017 óta, hogy a Danceplice és a Tirona egyesült, ugye egy amerikai és egy német cég fúzionált 2017-ben, és azóta mi vagyunk a világ legnagyobb fogászati gyártója. A Dental World-ön egy külön standdal képviseltettük most magunkat, valamint 4 nagy kereskedőnk volt itt az 5 nagy kereskedőből, akikkel együtt dolgozunk Magyarországon, úgyhogy szerintem nagyon erőteljesen képviseltette magát a cég. A portfóliónkban a fogászat összes terméke megtalálható, hogy így mondjam, tehát a restauratív, az endodonciai termékek, az implantátumok, valamint a gépek. És ugye ezek mind-mind megtalálhatók voltak a Dental World-ön, amit ki is próbálhattak a kedves kilátogatók és a leendő és a meglévő ügyfelek, valamint mindenféle információt megtudhattak róluk, és vásárolhattak is, hogyha arról van szó. Termékmenedzserekkel képviseltettük magunkat itt az anyacégtől. Ugye egy nemzetközi csapat volt velem itt a rendezvényen, akiket nem kell bemutatni már szerintem, ugye több országba képviseltetik magukat, és a nemzetközi rendezvényeken már ugye megmutatkoztak, és mindig ott voltak. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm az ő segítségüket, valamint ugye a Lackó családnak a meghívást, és azt, hogy Gold Plus szponzorok lehettünk, mert szerintem ez egy nagyon jó lehetőség számunkra, hogy megmutassuk a cégnek a nagyságát, valamint a márkatudatosságot építsük az orvosoknak a fejébe, mivel a nagykereskedős értékesítésnél mindig fontos, hogy tudják az orvosok azt, hogy ki van a háttérben, melyik gyártó van a háttérben. De nagyon sok helyi orvos általában csak azt látja, hogy melyik nagykereskedőtől vásárolja meg a terméket, és sokan nem tudják, hogy melyik gyártó van azoknak a termékeknek a hátterében, ki gyártja, ki az, aki az egész brandet képviseli. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom, én korábban direkt értékesítésben dolgoztam, és innen hoztam ezt az attitűdöt, hogy mindenképpen fontos, hogy maga a brand az az orvosok számára egyértelmű legyen, és ezt tudatosan tudják használni, és akár a saját rendelőjüket is ezzel népszerűsíteni, mivel szerintem mindenkinek szüksége van arra, hogy egy ilyen támogató, szapportáló hátteret kapjon a nagy nemzetközi cégektől, amit ugye itt képviselünk a Dental World-ön. Amit a Dental World-ről el tudok mondani, hogy körülbelül ez a 10., vagy nem tudom már pontosan hányadik Dental World-ön. Nekem, igen. Tehát én 11 éve dolgozom a fogászati világban, és ugye végig jártam a ranglétrát, és a Dental World-ökön részt vettem, kis szélszesként is még annak idején, és én azt gondolom, hogy maga a rendezvény az egyre színvonalasabb és egyre attraktívabb az embereknek. Nyilván a Covid azért nagyon, hogy mondjam, rossz hatással volt az egész világra, nem csak a dental bizniszre, hanem ugye nyilván pontosan tudjuk a hatásokat, viszont szerintem mindenki nagyon vágyott arra, hogy újra legyenek rendezvények, és hogy újra lehessen találkozni, mert nagyon sokszor úgy gondolom, hogy ezek a kiállítások nem csak azért jók, mert hogy az újdonságokat mind látják és kézzel tudják fogni az orvosok, hanem azért is, mert itt tudnak találkozni. És nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy találkozzanak, beszélgessenek nem csak szakmáról, hanem arról is, hogy ki hogy van, és gyakorlatilag utána mindenki egy sokkal szociálisabb attitűddel tér haza, és sokkal jobban érzi magát, és hétfőn másképp kezdődik a munka a praxisban, és a személyes kontaktusokat szerintem semmi nem tudja überelni, és ez nagyon fontos, hogy lássák, hogy kikkel dolgoznak együtt, kik vannak a háttérben, kik azok az emberek, akik szapportálják őket, kik azok az emberek, akik tényleg megtesznek mindent, hogy minden információ eljusson, valamint az, hogy ezek a csodálatos standok felépüljenek, azért nagyon-nagyon sok ember van ennek a hátterében,
mind anyagilag, mint marketingbe, mint mindenbe az, hogy itt összeálljon az, amit 3 napig reprezentálnak a cégek. Azt gondolom, hogy egy óriási munka mind a szervezők részéről, mind a cégek részéről, mind az egész Dental World szervező cégek részéről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jól sikerült. Nekem ez volt az első debütálásom az új cégemnél, a Danceplice Tirónánál. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy jól sikerült, jók voltak a visszajelzések, és jövőre ugyanitt azt gondolom, hogy még újultabb erővel és még nagyobb lehetőségekkel. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást. Én mindenkit felszólítok arra, hogy a jó idő ellenére, amit produkál most az időjárás itt a Vénasszonyok nyarába, októberbe, ennek ellenére mindenképpen jöjjetek ki jövőre is, hogyha így alakul, mivel nagyon-nagyon sokat készülnek a cégek arra, hogy titeket fogadjanak, mindenki nagyon sok energiát és munkát rak abba, hogy a 200%-ot kihozzuk magunkból, és én azt gondolom, hogy itt a lehetőség, hogy a szakma krémje találkozzon, és abból tényleg egy olyan rendezvényt hozzunk ki, ami egy évig emlékezetes lesz, hogy a következőre is mindenképp ki szeretnénk jönni a jövőben. Úgyhogy ezt szeretném üzenni mindenkinek, úgyhogy jövőre ugyanitt találkozunk, remélhetőleg még több emberrel.